A szervezők kifejezett célja a kortárs magyar játékfilm megismertetése és népszerűsítése a határon túli magyar és nem magyar nézőkkel. Az idén 15 filmet láthat a közönség, melyek között 3 dokumentumfilm is szerepel. Ez egy kis újítás a filmnapok programjában, hiszen úgy gondoljuk, hogy a dokumentumfilmek igen komoly értéket képviselnek, és nagyon gyakran sokkal izgalmasabban és lényegesebben mutatják be azokat a társadalmi folyamatokat, amiről általában gyakran a nagyjátékfilmek más formában, más eszközökkel szólnak. A szervezők ezúttal a legfiatalabbakra is gondoltak, hiszen egy rajzfilmet is műsorba iktattak. Ugyancsak levetítik Tolnai Szabolcs Arccal a Földnek című alkotását is. Ami gond van az, hogy Magyarországon is egy elég zűrzavaros átmeneti állapot van, amikor a régi filmgyártási és fesztiválszervezési módok megszűnőben, és az új még nem alakult ki. De ennek ellenére, és ez mindig érdekes, éppen az idei filmszemle filmjei, már amennyi részletet láttunk vele, amennyi adattal, képpel rendelkezünk, azok alapján úgy tűnik, hogy erősebb mezőny volt, mint tavaly, és érdekesebbek, jobbak a filmek. A Magyar Filmnapoknak otthont adó 11 településen, Szabadkán, Zentán, Magyarkanizsán, Topolyán, Kishegyesen, Csókán, Adán, Temerinben, Nagybecskereken, Újvidéken, valamint Óbecsén összesen 70 vetítés lesz.